Hónapok óta az olaszországi Európa-bajnokságra készülnek a junior ökölvívó válogatott tagjai. A Montesilvánói viadal előtt az újpesti Kellner Ferenc sportközpontban a Madárfészek Akadémián gyakoroltak a fiatalok Törteli Ferenc válogatott vezetőedző irányításával. A mestert kérdeztük, mennyire elégedett az elvégzett munkával. Most már az utolsó etapba értünk be. A héten egy ilyen összerázó edzőtáborunk volt, hétfőn kezdtük, igazából 3 nap, kicsit a súlyokat rendbe rántottuk, összekaptuk a srácokat, és kellő imbozonomat tudunk nekivágni az utolsó etapnak, ahol 2 hét edzőtábor után fogunk kiutazni Olaszországba az Európa-bajnokságra. Jól érzem magam, igazából jók az edzések, reggeli edzések is, délutániak is, otthon is igazából sokat edzek, készülünk az Európa-bajnokságra. Jó, igazából jó érzés, főleg így, hogy már évek óta ismerjük egymást, így jó együtt lenni, jó a csapat. A fiatalok az idén felvezető versenyek során vettek részt, amelyeken rendre jó teljesítményt nyújtottak. Nagyon pozitív volt a srácok teljesítménye, nagyon-nagyon hosszú év vár előttünk, az első fél évben kifejezetten sok versenyen vettünk részt, folyamatosan utaztunk Szerbiától, Románián kezdve, Csehországon keresztül, ahol tudtuk végül pedig az ukrán válogatottal is tudtunk 2 hetet együtt készülni, úgy látom, hogy mindenki szépen tudta tartani a tempót és folyamatos fejlődést tudtak mutatni. Szerintem összességében jól sikerült ukrán versenyzőt is vernem, román tornán második helyzetet elérni, szerb tornán is, és azon kívül minden versenyt igazából ebben az évben megnyertem. A vezetőedző elmondta, mi a legfontosabb, amit elvár valamennyi tanítványától az olaszországi kontinens viadalon. Minden gyerek azért más törődést igényel. Én edzőtáborokban az nagyon sokat beszélgetek velük, minden este leülünk, megbeszéljük a napi történéseket, azt, hogy hogy kéne hozzáállni a mérkőzéshez, a fejben készülést, mentál tréninget tartunk, tehát próbáljuk felkészíteni őket arra, ami vár rájuk. Az igazából idén itt a jobbaknak 17-18-20 meccs is bennük van, tehát maga az Európa-bajnokság nem szabad nekik olyan nagyon hatalmas meglepetést okozon, ennek ellenére nyilván a súly, a tétel, ez mindig meg szokta nyomni a brigádot. Azt hiszem, a srácok minél jobban kihozzák magukból azt, ami bennük van. Tehát a serdülő junior korban az eredményesség, nagyon örülünk az eredménynek, de a cél, azt mindig elmondom a srácok, hogy a felnőtt Európa olimpiai és világbajnoki cím. Nagyon bízok benne, hogy most is szép eredmények fognak születni, de elsősorban azt várom, hogy mindenki tudja kihozni magából azt, ami benne van. A fiatalokat arról kérdeztük, mi a legfőbb erősségük, amit akár az Európa-bajnokságon is kamatoztathatnak. Az edzőim szerint, hogy a lábunk az gyors, és így ebből kifolyólag megpróbálom ezt megoldani valahogy. Megteszek mindent, ami tőlem telhető is, legjobbat kihozom magamból. A gyorsaságom, igazából gyorsabb vagyok mindenkinél, és igazából azt kell hozni az Európa-bajnokságon a gyorsaságot. Egész évben gőzerővel készültem rá, igazából a minimum 1 érmet el szeretnék hozni, de meg szeretném nyerni.